Sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba, mit üzennek nektek. A mai napon elhoztam nektek a múzsa tarót. Belenézzünk, megnézzük, mit kell, hogy tudjatok. Koncentráljatok erre a kártyákra, és koncentráljatok a lélektársatokra, és küldjétek el gondolatban azt, amit tudni szeretnétek. Koncentráljatok. Mit kell tényleg, hogy tudjatok? Mit kell, hogy tudjatok? Hát azt kell tényleg, hogy tudjátok, hogy az érzéseitekkel van itten dolog, hogy a lélektársatok nagyon sok érzése van felétek, úgy gondolok, és úgy gondolom, hogy ez a portálnak felhozza benne ezt az érzéseket, az önértéket, lehet tényleg az érzésekről szól, hogy beindulnak nála a dolgok, ebben is biztos vagyok, és abban is biztos vagyok, hogy hát egy kis türelemre van még szükségetek vele kapcsolatban. És én ezen a portál napon segítek nektek nagyon szívesen, energetikailag kísérlek benneteket. És én úgy látom, hogy két hang van, ami itt be, az súgja neked, hogy zárd be tényleg itten a... Vagy hogy nyisd ki a szívedet. Lehet, hogy ő bezárta tényleg a szívét, úgy gondolom. És azt is gondolom, hogy tele vagytok itten érzéssel egymás iránt, és én azt látom tényleg, hogy a inspirál tégedet ez, hogy valamit beindult közöttetek, és nagyon-nagyon nagy érzéseket érzek itt veled kapcsolatosan, és szóval azt kell, hogy eldöntsed, hogy milyen irányba szeretnél menni, ezt is tudom, és valami függőségből kell, hogy felszabaduljatok, lehet, hogy ő is, lehet, hogy te is, és én úgy látom, itt valami torony, valami össze fog itten dőlni. Ez a torony arról szól tényleg, hogy itt ez az egész világ, hogy használjátok azt a lehetőséget, hogy tudtok valamit feloldani, hogy tudtok valamit elérni, és én úgy látom tényleg az inspirációt, hogy valamit tényleg el kell engedni. A félelmeket kell tényleg elengedni, és én úgy látom tényleg, hogy hát arról szól az egész, hogy az érmék múzsája az azt jelenti, hogy elindultatok egy úton, vagy elindult ez a ti drágátok egy úton, ami teljesen létre fog jönni, és én úgy látom, hogy el fog hagyni egy olyan helyzetet, ami őtet teljesen terheli, és van erre lehetőség, hogy ez alakuljon. Szerintem ő nagyon kapaszkodik egy bizonyos dologban, és ő meg akarja ezt tényleg teremteni magának. Az érzések ásza azt jelenti, hogy meg akarja magának tényleg teremteni ezt, és én azt is látom, hogy lehet, hogy fél attól, hogy újra sérül, hogy megbántod, hogy visszautasítod, hogy megsérted, és lehet, hogy ez az, ami őtet megmozgatta, de valójában nem kellene, hogy féljen, mert itten látom a napocskát, hogy ez nagyon pozitív irányba fog alakulni, úgy gondolom, és én úgy gondolom, azt is gondolom, hogy az érmék király nője, ez azt jelenti, hogy te vagy az értékes egyéniség, ebben is biztos vagyok, és abban is biztos vagyok, hogy itt van tényleg az érzések lovagja. Az érzések lovagja azt jelenti, hogy beindult itt valami, vagy adott neked bókot, vagy te őtet nagyon dicsérted, adtál neki valami bókot. Lehet tényleg, hogy ezért forgó hintáznak így az érzései, és felébresztetted. Mit jelent az, hogy felébresztetted? Az azt jelenti tényleg, hogy felébresztetted, hogy valami beindult itten, ebben biztos vagyok, és ez a teremtés is azt jelenti tényleg, hogy
Hát valami teremtés itt van, ebben is biztos vagyok, hogy ő akar valamit manifestálni, és akar valamit teremteni, ebben is biztos vagyok, és hát ez nagyon pozitív, mert így akkor lesznek, tényleg lesznek változások, és csak erről szól ez az egész, hogy lesznek változások, és én ezt így is látom, és én azt is látom valójában, hogy ez a sors kereke, ez a sors kereke azt jelenti tényleg, hogy alakulnak a dolgok, és én úgy látom tényleg, hogy hát minden rendbe fog jönni, minden olyan irányba fog alakulni, ahogy lennie kell. Hogyha te megengeded az érzéseidet, ő irányta, de ő úgy is lát tégedet, mint a kelyhek királynője. Szóval ez azt jelenti, hogy nagyon sokat érez irántad, akkor biztos vagyok benne, hogy ez nagyon jó lesz, és tényleg valóra fog válni. És hogyha most tényleg szeretnéd azt is tudni, hogy alakulnak ezek a dolgok, akkor nagyon örülök neked, és na nézzük, mit üzennek a kártyák, még mit érhez valójában, hogy azt mondja, hogy dobd el minden gondolatodat, és gyere a karomba. És a szent egyesülés, hogy tarts meg a kapcsolatodat, mindegy kincset, és változás, látok is az átváltozás, hogy napról napra intenzívebb lesz ez a kapcsolatod, intenzívebb lesz az irányodba, ha szerintem fog jelentkezni, használ tényleg ezt a portál energiakört, jelentkezz be, sok szeretettel várlak, fogadlak tégedet, és persze a szívszerelmedet is elírod, megírod a nevét, és akkor 11-kor kezdtem az energiakört. Szép!